A november beköszöntével gyakran előfordul, hogy ködös reggelre ébredünk. Nem csak a hangulatunkat befolyásolja a szürke nyálkás ködös idő, a közlekedés során is jobban kell koncentrálnunk és figyelni másokra, a nagyobb baj elkerülése végett. Főleg az autósoknak kell résen lenni, hiszen egy-egy ködös reggel csúszhatnak az utak, és szinte nullára csökken a látótávolság. Ilyen időben ajánlott türelmesen az időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedni. A legtöbb balesetet a rosszul kivitelezett előzés okozza a hétköznapok során. Ez ilyen ködös időben még inkább balesetveszélyes helyzeteket okozhat, hiszen alig látunk el pár méterre, és nem tudjuk kellően felmérni a másik autó távolságát. Ha a gépjárművünk rendelkezik ködlámpával, azt mindenképpen használjuk. Rendszeresen odafigyelek, városon belül nem használom, mivel így másokat zavarok vele, de városon kívül rendszeresen fel kell kapcsolni, hogy mások is lássanak minket. Egy másik általunk megkérdezett férfi is hasonló véleményen van, bár szerinte néhány közlekedő jó időben is indokolatlanul használja a ködlámpát, és ez elég zavaró tud lenni. Ezeknél a modern autóknál már annyira erős, hogy óvatosan, körültekintően kell használni, nyilván csak városon kívül, és hogyha látja az ember, hogy nagy a forgalom, akkor nem nagyon használja, csak hogyha szükséges. Van, aki ha kell, ha nem, ködlámpával közlekedik, vagy reflektorral, de ezek az okos autók, még egyszer hangsúlyozom, ezek már szinte magától tudják, hogy mikor lehet használni, mikor engedi egyáltalán bekapcsolni. A balesetek elkerülése érdekében a rendőrség is azt tanácsolja, hogy a ködös útszakaszhoz érve még a jól belátható úton lassítsunk, csökkentsük a járművünk sebességét, kerüljük a hirtelen fékezéseket és mindenképpen figyeljük a mögöttünk haladókat is. Ilyen időben fokozottan figyelni kell, hogy megfelelő követési távolságot tartsunk, sőt a megszokottnál nagyobb helyet hagyjunk a két autó között. Olyan biztonsági távolságot, hogy járművünkkel az előttünk haladó hirtelen fékezése esetén is meg tudjunk állni. Érdemes az első és a hátsó ködlámpákat is használni az érintett szakaszokon, hiszen ezzel segítjük a többi közlekedőt az észlelésben. Amennyiben a látási viszonyok nem indokolják, akkor viszont semmiképp se kapcsoljuk be vezetés közben a ködfényszórót, hiszen fényereje zavarhatja az előttünk haladókat és a szembejövőket.